Sziasztok! Ma mutatok egy-két jó trükköt ahhoz, hogy hogyan lehet egy inget 2-3 perc alatt kivasalni. Ezzel a Philips gőzállomással fogunk dolgozni, ami olyan erős gőzt lövel ki, hogy akár a hajadat is beállítja. Amivel kezdek, az a gallér. Egy picit felpuhítom az anyagot. Majd végigmegyek rajta. Az a jó ebben az eszközben, hogy akár itt hagyhatod az állványon is, mert nem égeti ki. Határozott mozdulattal visszahajtom a gallért. A következő rész, ez legyen mondjuk a kar. Azért kezdek ilyen kisebb részekkel, mert hogyha a hátulját vagy az elejét vasalod ki először, akkor miközben forgatod az anyagot, összegyűrődhet. Csak az egyik oldalt kell kivasalni, és nagyon-nagyon szépen simára vasalja, viszont láthatjuk azt, hogy egy élt vasaltam a dologba, de erre is van egy jó tippem. Az a lényege, hogy az él legyen felfelé, az eszközt bevezeted a karba, és elkezded gőzöltetni. Ettől fellazul egy picit az anyag, még egy picit végigmész rajta, és már el is tűnt az él. Ezután a hátát vasalom ki. Fontos az, hogy egy picit feszítsétek meg a ruhát, mert így nem fogunk éleket belevasalni. Csak egy dolog van hátra, az ingnek az eleje, ez a kedvenc részem amúgy. Minden gomb közé belemegyek, és haladok lefelé. És kész is van. Irány a munka.